gótikus várudvar. Ön a Solymári vár hajdani kapu bejárójában áll, 1390-ben. Csanyóci Tóth Benedek a várnagy, a tulajdonos pedig maga az építető Lackfi István Nádor. Bár jelenlegi ismereteink hiányosak a bejáratot illetően, mégis erősen valószínű, hogy a várba vezető első bejárat valahol a keletre néző körítőfal mentén lehetett, amihez kívülről egy híd is kapcsolódhatott. A Solymári vár udvara a várdomb adottságainak megfelelően egy hosszan elnyúló, kiszélesedő, ovális formájú szűk tér lehetett. A várudvaron, a déli fal mentén kis kiegészítő funkciójú, valószínűleg faszerkezetes épületekben foglalhatott helyet a téglapadlójú konyha, az istáló és a mindennapi élethez szükséges egyéb, nélkülözhetetlen funkciójú helységek.